Mint mindjárt nyilván jól tudjátok, a ma este a menedékprogramot támogatja. Egyrészt a teljes bevételével, tehát a jegyek ára és az árverésen befolyó összeg a menedékprogram javára megy. Másrészt a jelenlétetek is nagy buzdítás a számunkra, hogy ilyen sokan összejöttünk a e cél megvalósításának érdekében. És ha már erről szól az este, akkor elmondanám, hogy mi is ez a cél, mi az a menedék. A menedék az egy hely, egy ház, egy otthon, ahol élhet az, aki éppen bajban van, krízisben van, aki éppen megőrült, vagy akiről esetleg maga nem gondolja, hogy megőrült, de a környezete őrültnek nevezi. Általában akit őrültnek tartanak a környezetében, ő pszichiátriára szokott kerülni. Hogyha nem szeretitek pszichiátriára kerülni, mert ott elvesztitek esetleg a szabadságotokat, és más mondja meg, hogy mi történjen veletek, akkor eljöhettek a menedékbe. Ott nem fog veletek semmi olyan történni, amit nem akartok. Tehát a menedék az egy hely, ahol otthon lehetsz, amíg hazatalálsz. Ez a szlógenünk. És nagyon fontos, igen, az is, hogy ez egy átmeneti otthon. A menedék az nem örökre szól, nem olyan, mint a mennyország, hanem inkább olyan akkor, mint egy anyagi, ahol egy ideig biztonságban élhettünk, viszont utána muszáj volt onnan megszületni. És akkor jó szórakozást kívánok nektek, és átadom a szót a mikrofont is, Andrásnak is. Jó estét kívánok én is minden kedves érdeklődőnek és itt lévőnek. Most egy olyan fajta beszélgetést szeretnénk Andrással kvázi modellezni, aminek nyilván nagyon sok valóságtartalma lesz. Körülbelül így nézhet ki egy pszichoterápiás beszélgetés. El is kezdjük. Szervusz, András! Szervusz, János! Hát igazából azt hiszem, hogy nincs semmi bajom, de csomó minden nem hagy nyugton, tudod? De az én munkám az, hogy zenész vagyok, szövegeket írok, és ezeket az emberek hallgatják és szeretik. Egy-egy sornak, egy-egy dalomnak nagyon nagy sikere van, és tudod, hogyha elmondanám az embereknek, hogy ezeket én milyen állapotban írtam, nem hoztam magammal ezt az üvegbort is, akkor lehet, hogy csalódnám bennem. Szerinted becsapom én az embereket? Semmi közük hozzá. Mert van egy különbség a titok és a privát között. Hogy te milyen tudatállapotban csinálsz, mint az a te dolgod, kinek van köze hozzá? Hogyha a WC-n írod a dalaidat, hát na és, azt nem kell tudni senkinek, hogy sárgarépát ettél-e, vagy spenótot. Kit érdekel, hogy LSD-t veszel be, vagy ecstasy-t, vagy Isten tudja mit, füvet. Csak nem lehet, hogy akkor ez egy többszörösen áttételesen skizofrén állapot, hiszen a valóságos térben, a józan térben játszom el ezeket a dalokat az embereknek, mondjuk egy színházban, miközben ahonnan táplálkozik, ahol megszületett, az pedig mégis egy másik tér, ami kizárja ezt a fajta valóságot is. Na tulajdonképpen akkor engem vádolsz itten. Mert mondtad, hogy elolvastad a tudatállapotok szivárványát, és akkor azt kérdezed, hogy felelőtlen vagyok-e én, hogy ilyen dolgokkal etetem az embereket. Vagy mit a ketten felelőtlenek vagyunk, vagy egyikünk sem. Szóval én sokat hallgattam már azt régen a szüleimtől, hogy felelőtlen vagyok, mert nem törődök azzal, hogy mi lesz a jövőm. És csak zenélgetek, és csak írom a szövegeket, és ennek mi lesz a vége, fiam. És azt vettem észre, hogy most meg már az anyukám nagyon szeret járni a koncertekre. Na hát akkor... Most akkor mondjak neki szerintem. Megváltottad magad. Hát nem, neki kéne valamit mondani, neked? Ó. Az jó. Majd akkor megmondom neki, hogy a Fernár Andrásra az üzenje neked anyukám, hogy mondjál nekem valamit. Kérjen bocsánatot és mondja, hogy mennyire örül, hogy nem volt igaza, meg az apádnak sem volt igaza, hogy te nem vagy egy senki, te egy valaki vagy.
De most már, hogy mondtad, hogy ilyen buddhista dolgokat is csináltál, most majd újra oda kerülsz, hogy senki leszel. Szokták azt mondani, és az ilyen életrajzi anyagokból kiderül, hogy azok, akik valami sok ember számára nagyon tetsző dolgot hoznak össze, azoknak általában magánélete, meg úgy lehet azt mondani talán, hogy az egész életen ilyen rendezetlen, káosz, bohém, cucc. És szerinted csak ez az út járható, hogyha valaki kiadja magát, és a közönségének és a folyamatos megnyilvánulásának, performanszének él, akkor a szinte kizárja azt, hogy neki egy rendezett, idézelbetéve polgári háttere és élete legyen. Én nem szeretek általánosítani, de az jut eszembe arról, amit mondsz, hogy szerintem a legjobb úgy élni, mintha te lennél a nap. Hogy, mert a nap az egy olyan modell, hogy megszületett, él, ég, és úgy égeti magát, nem lassan, nem vigyáz magára, a nap nem vigyáz magára, olyan gyorsan ég, amilyen gyorsan csak tud, és minden energiáját elpazarolja. És nem is kell jónak lenni, mégis rád süt. Tehát mindenkire rásüt, aki van. És ő nélküle nem ülnénk itt, és meg fog halni. És mondhatná valaki, hogy na hát, ha vigyáztál volna magadra, akkor tovább élhettél volna. Hát kit érdekel? Mondd a Janis Joplinnak, hogy vigyázzon magára. Hogy mondjam az anyukámnak, hogy fogadja el. Küld hozzám az anyukádat. Egy másik témakör is nagyon benne van a mindennapjaimban, ez pedig a szexualitás. És hogyha úgy élek és úgy élem a szexuális életemet, hogy mindig a másikra figyelek, hogy neki legyen jó, akkor az kicsit olyan, mint hogyha mindig csak őt helyezném, és hogy mi lenne akkor, hogyha kicsit az is lenne, hogy így én akarjak magamnak jót. Szóval, hogy melyiket csinálják? Kezdesz fölépületni. Nézd, hogyha csak az érdekel, hogy neki jó legyen, akkor fizessen. Nem? De ha nem fizet, akkor miért ne birkóznátok az élvezetért? Szerintem a legjobb szeretkezés az, ahol te birkózol azért, ami neked jó, ő birkózik azért, ami neki jó. Miért akarnál neki jót tenni? Mert mondjuk én azt gondolom, hogy az életemnek az az értelme, hogy másokat segítsek. De hát ez egy nagy hiba. Ne viccelj. Nem, de komolyan mondom. Ez olyan, elmondjam, hogy mi a bajod. Hát, mennyibe kerül. Csak úgy, az Isten meg fog fizetni engem. Én velem ez így volt, hogy kisfiúnak születtem, mint te, és de szerettem mindenféle lányos dolgokat csinálni. Volt egy babám, aki szopott és pisilt. Ha fölültettem pisilt, ha lefeküdt, akkor szopott. És én szerettem játszani, mert addig, amíg meg nem szégyenítettek engem, hogy hát mégis én fiú vagyok, és akkor annyira fájt, hogy levágtam a lányt magamba, hogy én fiú vagyok, és itt élt a lány énem, mert nem szabadott kijönnie, és én nem is akartam tudni róla. Hát akkor persze, amikor egy nővel összekerültem, egy lányjal, akkor ez a nő, az csak ő érdekelte. De ezt a nőt bennem csak úgy lehet kielégíteni, hogyha én kielégítek egy nőt. Mert akkor ez a nő része örül neki. De hol vagyok akkor én? Akkor én kimaradok. Amikor aztán lehúztam a rolót, és elfogadtam a nőt bennem, hát akkor már nem kellett, akkor már együtt voltunk, és akkor már mehettem a saját élvezetem után.
A Krishnamurtinak egyszer azt mondta a Laura Huxley, dicsérte, hogy mennyi embernek segített. És akkor azt mondta a Krishnamurti, hogy madám, remélem, hogy soha, hogyha segítettem, az csak véletlen volt. Mert hogyha segíteni akarnék neked, akkor már szégyent okozok benned. Akkor én vagyok a felenteste vagy az alantas. Én nem akarok neked segíteni, én csak játszani akarok vele. És akkor, amikor leúsztad a rolót, és megmutattad a nőnek a te nődet, akkor azóta közösen babáztok? Igen, a feleségem azt mondta, hogy szegény gyerekeim, van egy fiamnak lányom, hogy egy leszbikus párnak a gyerekei. Viszont akkor, hogyha a mások segítése az valamiféle hierarchikus rendszert alakít ki, akkor szerinted a kultúrákban nagyon népszerű, vagy felnézünk rá a Teréz anyára, aki nagyon sok kisgyereken segített Ázsiában, meg sok helyen, és ezt követték, és nagyon sok helyen ma is vannak nélkülözhetetlen segítő pontok, kicsit hasonlít a szotériára, csak egy más profilja van, ha szabad így fogalmazni, akkor szerinted ő csak úgy véletlenül csinálta ezt? Szerintem nem tudott más csinálni. Na ez az, tehát vannak helyzetek szerintem, amikor muszáj tisztában lenni azzal, hogy én most segíteni akarok. Nem. Nem. Egy filozófus, aki etikával foglalkozott, ő olyan példát mondott arra, hogy a helyzetnek való megfelelés, hogyha azt mondod nekem, hogy ugorjak a vízbe, akkor mondom, hogy menj a francba. De hogyha valami történik, hogyha egy helyzetben vagyunk, akkor lehet, hogy beugrom a vízbe, hogy megmentsek egy gyereket. Még mielőtt rájöttem volna, vagy gondolkoztam volna arra, hogy nem is tudok úszni. Tehát a helyzet az, ami megmozdított. És még gondolkozásra se volt idő. De az nem segítés, az odaadás. Odaadom magam a helyzetnek. Szerintem a Teréz anya odaadta magát. Hát sok pletyka van róla, és mi most nem fogunk pletykálni róla, de én gondolom, hogy ha én most itt ülök a Teréz anya, akkor azt mondanám neked, hogy én csak szeretek mindenkit. Ahova megyek, azt csinálom, amit a helyzet követel. Utánozni a Teréz anyát, az már egész más. Mert hogyha én úgy csinálnék, mintha szeretnélek téged, akkor azt megette a fene. De ha szeretlek, akkor azt megérzed. Igen. Igen. Másik problémám is van, kedves András, ez pedig talán egy még komolyabb ilyen skizofrén helyzetet idéz elő, ez a digitális világ. És hogy nagyon félek, hogy egyre több emlékem, fényképeim, a pénzem, mind ilyen digitális felhőben van, és hogy egyszer talán rám förmed ez az egész. Valahogy úgy, hogy utána járnak ennek ügynökök, hogy én mi minden voltam már az interneten, lány, férfi, meg állat, meg mi minden, és hogy ezt inkább akkor ne csinálom az egészet, vagy mit gondolsz, hogy lesz egyszer a digitális rendszereknek énje, meg lehet? Nem. De nézd, minden, ami van, az lehet úgy gondolkozni, hogy minden csak van. Semmi se történik, csak mi van. Hát, hogyha ilyen ezoterikusan akarsz beszélgetni velem, ahelyett, hogy személyesen, hát akkor beszéljük ezoterikusan, tulajdonképpen csak azért hisszük, hogy van idő, mert az agyunk nagyon elhatárolt, nagyon pici. Minden csak van, csak nem tudjuk egyszerre belátni, úgyhogy akkor úgy csinálunk, mintha lenne valaminek kezdete, közepe meg vége. Tehát tulajdonképpen te nem születtél meg, és nem fogsz meghalni. Hát ezt kikérem magamnak, és meg vagyok születve, és beszélgetem. Dehogy, az egy abszolút illúzió. Érted? Mert egy ilyen szivar alakú valami vagy. Melyik testrészemre gondolsz?
De mondjuk, hogyha ez a mi világunk, akkor itt voltál egy szivar, és akkor még ott nem éltél, és akkor ez, amikor itt átfúrtad magad ezen a világon, akkor azt mondják, jé, mindenki ide szaladt, hogy itt a János. És akkor így jöttél ki belőle, és amikor az utolsó pici a szivarod vége itt hagyja ezt a világot, akkor mindenki sír, hogy meghaltál. De te ugyanaz vagy itt, mint aki itt voltál. Csak átmentél a világon. Tehát, hogyha én szeretlek téged, akkor én szeretlek a megfogamzásodtól a hulládig. Az mind itt van. És tehát akkor mindegy, hogy mi van a digitális világban. Ugyanúgy mindegy, hogy mi van a biokémiáddal, meg a neurológiáddal, meg a csontjaiddal, meg minden. Kit érdekel? Azért gondoltam és bátorkodtam előhozni ezt a témát, mert valahogy azt olvastam össze az Ezotéria című hetilapban, hogy az agyban van egy mirigy, ami gyakorlatilag, ha úgy tetszik, drogokat termel és folyamatosan tudja adagolni, például az adrenalint, például a komoly sok hatásoknál, és hogyha ez így az egész visszavezethető, hogy a tudat gyakorlatilag matematikai vagy biológiai képleteknek az összessége, akkor nekem egy picit ez ilyen átverés, mert akkor a lélek is lehetne egy nagy illúzió. És akkor egy nagy átverés. Mert ez a redukció, a lényeg az, hogy ez az asztal nem lenne, hogyha nem engedelmeskedne a fizika törvényeinek. Te se lennél, én se lennék, ha az atomjaink nem engedelmeskednének a fizika törvényeinek. Sőt, a kémia törvényeinek, sőt, a biológia törvényeinek. Sőt, itt van mindenféle réteg. És mégis soha nem lehet megjósolni, hogy te és én mit mondunk egymásnak, abból, hogy egy fizikus nem tudná megmondani, egy kémikus nem tudná megmondani, egy biológus nem tudná megmondani, egy pszichológus nem tudná megmondani. Tehát ez olyan, mintha azt hinnéd, hogyha sakkoznánk, hogyha tudnád, hogy milyen fából van a tábla, akkor tudnál sakkozni. Hát abból nem lehet. Tehát mindig van egy szabadság. Minden réteg, annak ellenére, hogy teljesítenünk kell minden törvényt, ami alattunk van, fölfelé mindig van szabadság. És hogyha azt mondod, hogy fölfelé mindig van szabadság, és nem tudják megmondani a fizikusok, akkor én szerintem pedig valami olyasmi lehet, hogy a matematikai képleteivel, hogyha tovább visszük és létrehoznánk egy ilyen mesterséges intelligenciát, vagy akár az én példámat mondom, dalszövegíró szoftvert. Hiszen ez pusztán logika és matematika, hogy melyik szó, szótagszáma éppen hova illik. De most miért akarsz öngyilkos lenni? Ez egy ilyen... El akarod... Valahogy, mintha feleslegessé akarnád tenni magad. Hát nem vagy felesleges. Soha nem lesz egy olyan masina, aki azt tudná csinálni, amit te. Soha. Aki azt tudná csinálni, amit én. És hogyha azt mondom, hogy én emlékszem egy csomó olyan dologra, ami még meg se történt velem, akkor például az, hogy ilyen lövészárokba vagyok. Az akkor túl sok katonás filmet néztem gyerekkoromban, vagy valami régi sztori? Nézd, nem tudom. Lehet, hogy ébren álmodsz, lehet, hogy emlékszel úgynevezett előző életeidre, mert mint mondtam, nincs idő, az egy illúzió, úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy egy katona vagy egy lövőárokban, mint ahogy itt ülsz velem is beszélgetsz, és még 10 mindenféle, mert egy lélek számtalan testbe tud élni egyszerre.
De te úgy nézed, hogy ja, hát ez voltál, vagy emlékszel valamire. De most is azt csinálod, most ott vagy a zárokban, csak meg nincs idő. És ez mindenkire érvényes lehet? Tehát mindahányan vagyunk most 7 milliárdan, azok mindannyian egyszerre vannak több időtérben, meg dimenzióban. És egymásba mosódunk, és az egész egy ingovány. És hogyha 15 milliárdan leszünk, akkor ezek a lelkek pluszba honnan jönnek? Nem jönnek, nincsenek, csak egy lélek van. Ugyanaz az élet él téged, mint ami él engem. Tulajdonképpen te és én egyek vagyunk, és hogyha bevennénk LSD-t, akkor ez nyilvánvaló lenne. De ezt nem szabad, tudni. És így úgy csinálunk, mintha nem is ismernénk egymást, pedig különbözők vagyunk, de itt egyek vagyunk. És vannak olyanok, akik LSD nélkül ide lecsúsznak. És akkor, ha rossz környezetben vannak, akkor azt mondják, hogy őrült. Ha jó környezetben vannak, akkor csodálkoznak és örülnek. Tudod, András, én egy gyerekeknek készülő rádióműsort is vezetek, és szeretném megnyugtatni a szülőket, hogy az LSD meg az ilyen kábítószereknek a használata az nem feltétlenül indokolt, hiszen vannak más módszerek is, amivel ezeket a tudatok ki lehet nyitni ezeket a kapukat. És még egy nagyon fontos, hogy azért meg olyan tudatállapotból énekelsz, amilyenből, az nem jelenti azt, hogy megfertőzi a gyerekeket. Igen, ez tiszta sor, viszont láttam olyan helyzetben részeg embereket, vagy éppen beparti drogozott embereket, akik más-más különböző szociológiai háttérből érkeztek, és akiknek jófej szülei voltak, azok egész máshogy reagáltak ezekre a drogokra, alkoholra, mint akik egyszerűbb szülőtől származtak. Tehát akkor lehet ez valahogy mégiscsak van valami szabályrendszer, hogyha a te apád meg te anyád téged így nevelt, akkor rád így fognak hatni, ha viszont a te anyád meg a te apád, aki végül is én is vagyok, úgy nevelt, akkor meg rád. Van valami különbségnek kell lenni, ami mondhatjuk azt, hogy a nevelés és a neveltetés, a példák? Persze. Mindenféle tudatállapot módosító szerrel a szer maga soha nem lehet tudni, hogy mit csinál, mert van a set és a setting, hogy mit gondol az illető róla, az mélyen befolyásolja az élményét. És az, hogy mit gondol róla, az függhet a szüleitől, a tanítómestereitől, a barátaitól, amit olvasott, amit filmen látott, az mind ott van. A setting az, hogy ki van körülötted. Tehát az, hogyha barátaiddal vagy ellenségeiddel vagy kivel vagy, az mélyebben befolyásolja az élményedet, mint a szer, amit esetleg beveszel. És lehet tudni olyan légző gyakorlatokat, amikkel ezt a hatást lehet érni, mert van, aki nagyon fél mondjuk az LSD-t, a nincs egy persze, neki, persze. Minden lehet lihegni, addig lihegsz, amíg nem elkezd el halucinálni. Itt az a lényeg, hogy halucináljunk? Hát az, akkor biztos, hogy egy más tudatállapotban vagy. Vagy hogyha, hát tulajdonképpen mi a? Álmodsz, és mégis ébren vagy. Tulajdonképpen néha azért gondolnak valakire, hogy őrült, mert álmodik, amikor ébren van. És akkor akik körülötte vannak, nem tudják, hogy mit csinál, pedig hogyha rájönnének, hogy álmodik, akkor csak kérdeznék, hogy mit álmodik. És én soha nem tudom, hogy én álmodok-e, vagy ez a valóság, mert minden álomból és minden valóságból föl lehet ébredni. Addig hiszi az ember, hogy ébren van, amíg föl nem ébred. Neked is biztos voltak olyan álmai, amiben fölébredtél, aztán megint. Hát ha már az álmoknál vagyunk, akkor igen, megosztok egy párat, hogy megkérdezek, hogy reggel mérgesen kelek fel, mert olyat álmodtam.
Na, nagyon nehéz ezeket az első 10 perceket úgy átélni, és amikor valahogy ezt felfogom, hogy ez csak egy álom volt, akkor rögtön oda tudok menni hozzá, és azt mondani, hogy ez csak egy álom volt, és rád igazából nem haragszom. Akkor jó. De hát mi van akkor, hogyha igazából haragszol rá, és azért volt olyan álmod, és azért ébredtél. Van olyan paciensem, aki rúgja a feleségét, amíg alszik. És akkor azt mondja, hát bocsánat, de hát alszom. De hát amikor eljöttek hozzám, akkor mondtam, hogy inkább rúgja a feleségét, amikor ébren van, és veszekedjenek úgy, ne az ágyba ossza ki neki. Meg kell minden ilyen kínosnak tűnő tabu témát tudni beszélni a párkapcsolatban? Az a jó párkapcsolat, hogyha ezek ki vannak téve? Igen. Egymás elé? Igen. Hogyha én párterápiát csinálok, akkor csak trágárkodok addig, amikor elmegyek, akkor már ők is tudnak mindenről beszélni. Akkor csináljuk? Én valahogy azt gondolom, hogy az élet öröme az, hogyha megszületik egy kis baba egy párhoz, az mindenképpen más dimenzióba rakja a párt, az anyukát, meg az újdonsült apukát, és valahogy az életnek a továbbadása az a mi fajunknak is az egy legfontosabb része. Hát ezért abortálnak olyan sok gyerekek. Hogy ez ne történjen meg. Mert ez félelmetes is, és hát boldog is lehet, de olyan változás, ami tulajdonképpen, nézd, szanszkritban a házasság ugyanaz a szó, mint a halál. Tehát amikor megházasodsz, akkor meghalsz, mint egy egyén, és újra születsz, mint a párnak egy tagja. Amikor az első gyerek jön, akkor a párnak meg kell halnia, és újra kell születnie, mintha hárman lennél, hárman lesznek. Egy olyan pár, aki gyereket hoz a világra, de ők nem változnak meg, a gyerek úgy érzi, hogy neki nincs helye a világban. Tehát azért olyan jó is, meg rossz is, hogy újra kell születni. És aztán jön a következő gyerek, és akkor a szegény első gyereknek is meg kell halni. Azért utálják az első gyerekek a második gyereket, mert megölte a második az első, és minden kapcsolatnak meg kell változni a családba. Hát rettenetes. A legnagyobb trauma az embernek az, amikor öccse vagy húga születik. De szerencsére azért ezen át lehet billenni. Elég könnyen. Hát, vagy úgy lehet csinálni, mintha átbillentél volna. Van öccse vagy bátyád? Vagy... Nővérem. Nővérem. És után? Igazából neki köszönhetem, hogy zenélek, hogy hallgatta a Eric Claptont, meg egy csomó ilyen zenét, úgyhogy szerintem ő inkább táplált engem, mint itt. Na, hát akkor neked írtó szerencsét volt. Hálát adjál az Istennek. Viszont vannak gyerekeim, van egy 9 éves kislányom és 2 7 éves kisfiam, és tényleg néha nagyon nagy szokott lenni a patália, odahaza, veszekednek egymással. Nem tudom, hogy beleszóljak-e. Nem. Csak védd meg azt, aki gyenge. De különben ha megvédem, az ő dolguk. Ha megvédem azt, aki gyenge, nem avatkozok egy kicsit bele, hiszen a rókakölykök veszekednek, ott se védenek az egyik a másikat. Na, tehát ők nem állatok. Nem, én szerintem a gyengét mindig meg kell védeni, mert csak úgy tanulja meg a gyenge, hogy megvédheti magát. Úgy tanítod meg nekik, hogy a szabad, hogy nem kell eltűrni másnak a zsarnokságát, vagy rossz bánásmódot, hogy te beleszállsz, és azt mondod, hogy ha megharapod őt, akkor én is megharaplak. Védeni mindig a gyengét, és van még időm, kedves András, a terápiából. Még van? 5 perc? Nekem az emberségemmel van néha problémám.
Mert hogyha kívülről nézek magamra, mint ember, akkor nagyon örülök, hogy így élek, és bele tudok simulni ebbe a modern társadalmi térbe, meg a repülő, meg van por, meg ásványvíz. Viszont hogyha egy lépcsővel szinte kiebb nézem azt, hogy az emberiség, az én barátaim, akikkel egy vagyok, mit csinálnak azzal a térrel, amiben lakunk, ami a mi rendeltetésünk, akkor meg nagyon szomorú vagyok, és kétségbe vagyok esve, hogy ez az egész sebz meg van sebezve, és ha úgy tetszik, akkor vérzi. Két út van, vagy tovább tud innen majd menni egyszer az okos emberiség egy másik bolygóra, vagy kolonizálni tudja az univerzumot, most mondom ezt én a Centrál Színház színpadjáról, vagy pedig lesz valami nagy krak, szerinted feloldhatom magam abban, hogy az én dolgom most ebben az egészben annyi, hogy itt vagyok, és megpróbálok minél több emberrel beszélni arról, hogy te így mi van egyáltalán, vagy ezt a környezettudatos missziót kell csinálnom, és minden nap zászlókat lengetni az alagútnál, hogy nem kérünk nukleáris erőművet, és nem kérünk semmit, szóval milyen csodát tegyek, hogyha engem aggaszt az, hogy ilyen emberként is vagyok ember. Nehéz kérdés. Vannak olyanok, akik, amikor erről rájönnek, azonnal öngyilkosok lesznek. Szerintem az öngyilkosság a legnagyobb tévedés, mert az utolsó másodpercben biztos, hogy megbánod és vissza akarsz jönni. És akkor már nem lehet. Igen, de az lehet, hogy csak azért, mert függő az ember az élettől. Hát miért kell függni az élettől? Az egy olyan függőség. Nem, de komolyan mondom, nagyon nehéz, de én csak úgy tudok ezek, én is érzem, amit te érzel, és én úgy tudok a tükörbe nézni, és nem utálom magam, hogy ha elgondolkozom, mindig is így volt. Nem pontosan így, de mindig nehéz volt az élet, mindig voltak ellenségek, mindig kellett félni, mindig oda kellett figyelni, hogy ki fog megölni, vagy mi van. És mégis az ember örül, hogyha van egy pár pillanata, amikor jól érzi magát, amikor kék az ég, úgy is meg fogunk halni, az emberiség is meg fog halni, a Föld se lesz, már mondtam, hogy a Nap meg fog halni, hát akkor mit akarsz? Akkor örülj, hogy te még egy sejt vagy a haltukló emberiség testében. Hát ez jó. Na, és akkor most beszéljünk egy pillanatra arról, hogy mi az élet célja. És ezt bevezetem a dalokat, jó? Hát az ember, én szerintem, és ezt a skót terapeutám már mondta nekem, hogy Skóciában a presbiterek van egy ilyen katekizmus, amiben megkérdezik, hogy mi a dolgunk itt a Földön. És arra a felelet, a válasz az, hogy Istent kell dicsőíteni. Hát és az Isten az az élet, aki él minket. Hát akkor azt kell dicsőíteni. Tehát aki nem boldog, az Isten káromló. Tulajdonképpen. Mert az azt mondja, hogy az Isten, hogy ő jobban tudná ezt a világot csinálni, mint az Isten csinálja. Tehát az egy bűn. Bűn, az, aki antidepresszánst szed, az bűnös. Az egy Isten káromló. És akkor hogy dicsőítsük az Istent? Az a másik kérdés. Hát úgy, hogy énekeljünk hallelujah. Tehát hogy lehet hallelujah énekelni? Nem lehet antidepresszánssal hallelujah énekelni. Az csak úgy lehet, hogy az ember úgy él és megtalálja valahol maga körül azt az életmódot, hogy boldog legyen, hogy maximálisan boldog legyen, és abból a boldogságból előtör a hallelujah. Hallelujah. Yeah.
jelképes terápiás órának a végén én szeretnék mutatni egy dalt. Neked, kedves András, meg nektek is, kedves kukkolók. Ami végül is szólhat így a boldogságról, meg az életörömről. Született, megérkezett, de jó, a leges, legújabb kis földlakó. Szeretettel köszöntünk, ahó, légy üdvözölve, kedves kis lakó. Embernek születtél, meg hát neves, sokat utaztál, hogy itt lehet. Ez a tested lesz most majd az űrhajó, hát tapasztalt meg mindenre jó. Egyén jár, játszál jó sokat, élj vidáman, szeress másokat. Ahó, ahó, kedves földlakó, még nem is sejted, mi mindenre jó. Hogy a nap oda süt a házba, madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. De jó, hogy megjöttél a földre, és ha már megszülettél, megérkeztél, de jó. Tudod, itt a földön sok minden van, ha jó. Ne aggódjál, van bőven meló. Neked is lesz dolgod majd, kislakó. Tudod, az emberek többnyire kedvesek, és mindenki, majdnem mindenkit szeret. Jön nap, oda süt a házra, madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. De jó, hogy megjöttél a földre. És képzeld, András, hogy ennek kitaláltunk egy nyomatékosító mozdulatsort, hogy a gyerekek is meg tudják tanulni, és most szeretném a közönséget is bevonni ebbe, hogy játszunk együtt. A nap oda süt a házra. Aki panel? Madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. De jó, hogy megjöttél a... Hát játsszuk akkor ezt így el. Együtt esetleg, aki nem mutogat, az tapsoljon, hogy legyen egy kis groove, és vigyük messzire, magasra az élet üzenetét. Nézd a nap, oda süt a házra, madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. De jó, hogy megjöttél a földre. Nézd a nap, oda süt a házra, madárka száll az antennára, és a szél levelet visz körbe. De jó, hogy megjöttél a